Szóval. Köszöntök mindenkit az Úr Jézus Krisztus nevében. Pozdravljam sve u ime Gospoda Isusa Hrista. Nagyon jó közöttetek lenni, és nagyon jó, hogy el tudtam jönni. Jako dobro, što sam među vama i što sam bio u stanju da dođem. És nagyon jó hallani az igét egy ilyen különleges módon. Jako je lepo slušati reč Božiju na jedan ovako poseban način. Nagyon áldott alkalmaink voltak, és Isten itt van. We have had very blessed sermons and God is with us here. Imali smo blagoslovene službe i Bog je stvarno bio sa nama ovde. Talán sokan nem ismertek engem. Maybe many of you don't know me. Možda me mnogi ne poznajete ovde. Én egy izraelites családban nőttem fel, Matyit biztos ismeritek. I grew up in a message believing family. You might know my younger brother Matyi. Ja sam odrastao u porodici poruke, a znate mog brata Matyja. Én az igazi öcsém. Yeah, he's my younger brother. On je moj mlađi brat u telu. Tudjátok, én egyszer egy ilyen táborban, milyen ez is, elfogadtam az Úr Jézust, mint az én megváltómat, és bemerékeztem az ő nevében. Once I went to a camp like this, and I received received Jesus as my personal savior, and I was baptized in his name. Ja sam bio na jednom ovakvom sličnom kampu, na kome sam primio Isusa Hrista kao svog spasitelja i bio sam uronjen u njegovo ime u vodi. Ez körülbelül 5 éve volt. It was approximately 5 years ago. To je bilo otprilike pre 5 godina. És én utána, ahogy elmentem középiskolába, elkezdtem visszacsúszni. And later I went to high school and I started to backslide to the world. I kasnije, kad sam otišao u srednju školu, onda me to odvuklo nazad u svet. És egy nagy mélységbe kerültem, 5 évig voltam megkötözve. And I got into real depths. I was in bondage for 5 years. I dosta duboko sam potonuo i bio sam svezan grehom narednih 5 godina. A világ, sátán nagyon sok veszélyt tartogat a világban, mai fiatal számára. The world and Satan is preparing a lot of dangers for young people today. Ovaj svet i Satana imaju mnoge opasnosti koje kriju za jednu mladu osobu danas. És sokszor eljutatott sátán a fizikai halál közelébe, de ami még ennél is rosszabb, eljutatott egy lelki halál közelébe. And many times Satan got me to a place at the edge of physical, to the edge of physical death, and which is even worse, to I was on the brink of spiritual death. Često me je Satana doveo na ivicu same telesne smrti, a što je bilo još gore, da je doveo me i do ivice duhovne smrti. Én nem szeretnék sokat beszélni erről, mert tényleg ez nem számít, hogy mi volt és mit tettem, de ezek a kötelek, ezek a láncok, ezek drogok voltak. I don't want to talk too much about these things because it doesn't matter, doesn't really matter what I did that time, but these bondages had to do with drugs. I neću sada puno da pričam o tome, što nije toliko važno šta se sve dešavalo u to vreme, ali te sveze greha su bile povezane sa drogom. Isten egy igáját helyezett a szívemre. The Lord put a scripture on my heart. Gospod mi je stavio jedan deo pisma na srce. Nem kell kikeresni, csak felolvasnám. Samo bi to da pročitam na brzaka. You don't need to find it, I would just like to read the scripture. Az első Sámuel 17:34-35. Prva Samuelova. It's 1 Samuel 17. Oh,
chapter 17, from verse 34 to 35. Prva Samuelova 17, stihovi 34 do 35. És felele Dávid Saulnak, pásztor volt a te szolgád, atyának juhai mellett, és ha eljött az oroszlán és a medve, és elragadott egyet a bárányok közül, elmentem utána, és levágtam, és kiszabadítottam a szájából, ha pedig ellenem támadott, megragadtam a szakállánál fogva, és levágtam, és megöltem őt. And David said unto Saul, thy servant kept his father's sheep, and there came a lion and a bear, and took a lamb out of the flock, and I went out after him, and smote him, and delivered it out of his mouth, and when he arose against me, I caught him by his beard, and smote him, and slew him. Ali David reče Saul, ja tvoj sluga čuvam ovce svoga oca, kada lav ili medved dođe i odnese neku ovcu iz stada, ja potrčim za njim, udarim ga i istrgnem mu ovcu iz čeljusti, a ako nastane na mene, ja ga uhvatim za grivu, udarim ga i ubijem. Još probala kraja ravidani. I'm trying to be very short. Probat ću da budem jako kratak. Láttam egy videót az interneten egy kis nyájról, és ennek a nyájnak volt egy pásztora. I saw a little video on the internet about a little flock that had a shepherd. Video sam na internetu jedan video o jednom pastiru koji imao jedno malo stado. És ez a pásztor a nyáj köré kerített egy kerítést, hogy megvédje a nyájat. And that pastor put a fence around the flock to protect them. I pastir je podigao ogradu oko stada da bi stado zaštitio. És ezek között a bárányok között volt egy kis bárány, aki oda született, és ezt a kis bárányt elkezdte érdekelni ez a kerítés, és hogy mi van mögötte. And among those sheep there was one little lamb that was born to the in the flock, and at the time he got interested in the fence and got interested in what could be beyond the fence. Jedno malo jagnje se rodilo tamo u stadu i ono je bilo jako zainteresovano za to šta se to nalazi malo iza ograde. Još jedna kozelab, kozelab, kozelab. And he got closer and closer to the fence. I samo se stalno sve više približavalo ogradi. Još je vas lata, odakin sokkal zöldebb, a fű biztosan sokkal finomabb, és gondolta, hogy én csak egy kicsit közelebb megyek, és ez nem olyan nagy probléma. Végül is még a rácson belül vagyok. And he thought that the grass is much greener and much more delicious outside the fence, and was thinking of getting there, although he thought I'm safe because I'm still within the fence. I to malo jagnje delovalo mu je kao da je tamo bliže ogradi zelenija trava i mislilo da će možda biti, neće biti tako strašno da se približi malo tamo toj zelenijoj travi, jer ipak je zaštićen ogradom. Tudjátok olyan dolgok, hogy lehet esetleg egy világi frizurám, elmehetek az osztálytársaimmal ide vagy ide, hallok esetleg egy pár olyan dolgot, amit nem kellene, de nem fogok azokra odafigyelni. Things like having a new hairstyle, or thinking about going to places with my friends hanging out, ideas like that. But I don't really want it to consider that, these ideas. To su recimo stvari slične ovima. Evo, napraviš jednu modernu frizuru ili malo izađeš sa prijateljima uveče i sve takve vrste ideje, ali ja više ne razmatram takve stvari. És ez a kis bárány az én voltam, és napról napra egyre langyosabb lett, és egyre közelebb került ahhoz a veszélyhez. And that little lamb was me, and I became more and more lukewarm day by day, and I got closer and closer to the danger. Ja sam bio u stvari to malo jagnje, i iz dana i dan sve se bliže približavao toj opasnosti. És ebben a videóban a kis bárány csak az orrá dugta ki a kerítésen,
és semmiből egy medve jött elő, és megfogta és kihúzta a kerítésen túlra. And in that little video I saw that the lamb just put his little nose outside the fence and all of a sudden a bear came and grabbed him and dragged him out of the fence. I to malo jagnje samo došlo do ograde i samo je proturilo malo nos kroz ogradu i kao ni odakle se pojavio medved od jedanput ga je ščepao i izvukao ga je kroz ogradu i to je bilo to. Iš, egy hatalmas medve volt, nem eresztett. És még mindig érzem azokat a sebeket, amiket ejtett rajtam, mert Isten nem látja a mi bűneinket, de én emlékszem rájuk. And that was a tremendously big bear which took hold of me and I still feel the wounds that I got from that bear. To je bio jedan ogroman medved koji je i mene ščepao i strašno me izranjavao i ja te rane još uvijek osjećam, iako ih je Gospod Isus Hrist oprostio, ali ipak ja se tih stvari sećam. Although God does not remember those things. És jött az a medve, és megragadta, és szorította, és levegőt is alig kapott. And that bear came and grabbed him and the lamb could hardly get any air. I to jagnje bilo uhvaćeno od medveda, ono ga je ščepalo tako da više jagnje nije moglo više ni da diše. Što je halal volt, egy biztos halál. That was death for sure. I to je bila jedna sigurna smrt na putu. Što je halal volt nekem. That was death for me. To je bila smrt i za mene. De meg vagyok győződve, hogy sem halál, sem élet, sem angyalok, sem fejedelemségek, sem hatalmasságok, sem jelenvalók, sem elkövetkezők, sem magasság, sem mélység, sem semmi más teremtmény nem szakíthat el minket az Isten szeretetétől. But I am persuaded that neither death nor life, nor angels, nor principalities, nor powers, nor things present, nor things to come, nor height, nor depth, nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Ali uveren sam da ni život, ni smrt, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sile, ni ono što je sada, ni ono što će biti, nas ne može razdvojiti od Božje ljubavi koja je u Isusu Hristu. Iš, vidite kao je miltanje, vi se ozotengen z iletbe. Believe me, after he brought me back to life. I verujte mi da nakon što me je vratio u život. A kis báránynak eszébe sem jutott még egyszer, még se a közelébe sem menni annak a kerítésnek. That little lamb never had the idea again to go, to approach, to go closer to that fence. Više nakon toga to malo mjagnjitu nikad nije palo na pamet da se ponovo približi toj ogradi. Isten húzott egy egyenes vonalat. God drew a straight line. Bog je povukao jednu ravnu liniju. Še jobban teszik, hogyha a vonalon belül maradunk. And we'd better to stay within that line. I bolje za nas da ostanemo iza te linije. És én már nem akarok ezzel játszani, hogy hol van az a határ. And I don't want to play around with that fence or with that boundary anymore, border anymore. I ne želim više da se igram sa takvim stvarima kao šta je granica čega. Ko dalje od granice? És talán egy kicsit túl óvatos és túl komoly vagyok ezzel. Inkább legyek túl óvatos és túl komoly, mint laza. Maybe I'm too careful or too too serious about these things, but I'd better to be careful and serious about it than being just too ignorant. Ja, zbog toga ja sam i možda suviše pažljiv i suviše ozbiljan što se tiče tih stvari, ali bolje da budem ozbiljan i pažljiv
nego da ponovo upadnemo tako nešto. És én eldöntöttem, hogy sem jobbra, sem balra nem fogok eltérni az Isten igéjétől többet. I have decided that I will never again go right or left from the word of God. I odlučio sam da više nikad neću ići ni levo ni desno od Božje reči. Annyira hálás vagyok Istennek. I'm so thankful to God. Strašno sam zahvalan Gospodu. Ezen az éjszakán, 5 hónapja, amikor megváltoztatta az életemet, abban a mélységben, amiben voltam. Because on that night 5 months ago, he changed my life from that great depth I was in. Jel, ima već 5 meseci od te noći kada je Bog izbavio i promenuo moj život iz te mračne jame u kojoj sam bio. És tudjátok, ez nem egy prédikáció volt, hogy nem beszélgettem egy keresztényjel. It wasn't a sermon, it wasn't about a sermon, it wasn't about some a conversation with a Christian person. I to se desilo tako što nisam slušao neku propoved, niti sam razgovarao sa nekim bratom hrišćaninom. Nem egy baleset, vagy egy halál közeli élmény váltotta ki belőlem. It wasn't brought about by an accident or some near-death experience. Niti se to desilo zbog neke nesreće ili tako što mi se smrt približila, da se to desilo zbog toga što treba da umrem. Da se láttam a barátaimat, amit mennek a börtönbe, meghalnak, öngyilkosok lesznek. I could see my friends going to prison, being murdered or committing suicide. I vidio sam svoje prijatelje koji su odlazili u zatvor i koji su tamo ili možda čak bili ubijeni ili su izvršili samoubistvo. Znam nas bolje. It wasn't that. Ovo nije bilo tako nešto. Na moto sobában éreztem az ő jelenlétét, és ott abban az állapotomban, abban a mélységben, abban a bűnben ő szeretett engem. But there, in that room, in that depths, I could feel his presence, and I could feel that he still loves me. Ali tam, u toj dubokoj tami, mogao sam osjetiti njegovu prisutnost i osjetio sam da me još na neki način voli. Annak ellenére, hogy én ellene mentem, és annak ellenére, hogy én milyen mély, mocskos állapotban voltam. Despite the fact that I went against him, and despite the condition, that dirty condition I was in. I bez obzira što sam ja išao nasuprot njemu, borio se protiv njega, i što sam bio u jednom tako prljavom, očajnom stanju. Iš za seretet ot, azon a helyen engem a térdeimre kényszerített. And that love made me kneel, go down to my knees. I ta ljubav je me naterala da kleknem na kolena. És én úgy gondolom, hogy ez a természet fölötti. And I think this is supernatural. Mislim da je to bila jedna nadprirodna stvar. Számomra az a legnagyobb dolog, amikor ilyen módon megváltozik egy élet. For me the greatest thing is to see a life changed this way. Za mene je najvažnija stvar da se život promijenio na jedan takav način. Amikor egy drogfüggőből, egy alkoholistából, vagy egy hitetlenből Isten szent gyermeke lesz. Amen. To see a drug addict and a drinker, a heavy drinker or an unbeliever becoming a child of God. Kada vidiš da, holy child of God. Kada vidiš da kako jedan zavisnik od droge ili alkoholičar ili neko ko je toliko nisko može postati jedno posvećeno Božje dete. And he does it in such a simple way. I on to čini tako jednostavno. Anja biztos nem akarja, hogy ezt elmondjam. Mother probably doesn't want me to speak about it. Mama verovatno ne želi da ja o ovome pričam. De
Nem vagyok egy okos vagy tanult ember, 8 osztályom van. I'm not a clever and educated person. I have 8 classes. Ja nisam pametna i obrazovana osoba, samo sam završio osnovnu školu. Végeztem el az általános iskolát. I could hardly finish primary school. Jedva da sam završio i osnovnu školu. Ezt egy ilyen egyszerű módon végzi ezt a változást, hogy ezt még én egy legkisebb is meg tudja érteni. Amen. But God is doing this change in me in such a simple way that even I can understand it. Bog je tu radio na tako jednostavan način da čak i ja koji sam takvih kapaciteta mogu to razumjeti. Annyira jó olvasni, amikor Bram testvér sokszor mondja, hogy éljetek egy egyszerű keresztény életet. It's so good to read when Brother Branham says many times advising that just live a simple Christian life. Tako dobro čuti kada brat Bram kaže da treba da živimo samo jedan jednostavan hrišćanski život. Annyira hálás vagyok, hogy Isten egy ilyen egyszerű üzenetet adott nekünk. Amen. I'm so thankful that God gave us such a simple message. Tako mi je drago što nam je Bog dao jednu tako jednostavnu poruku. Mert hogyha ő azt nézné, hogy milyen jól nézünk ki, milyen szépen tudunk énekelni, milyen összeszedetten beszélünk. Amen. Because if he looked upon how how nice we can sing, how well dressed we are, or how nice we can speak. I ako bi on samo gledao na takve stvari kako se mi lepo oblačimo, kako mi lepo znamo da pevamo ili kako lepo možemo da sastavljamo rečenice. Pa će mi ako što kvaljung, akorin alanik vasla, alana lehetušegem. Or how clever we are, then I would be lost. Ako bi gledao na to koliko je čovjek pametan, po tim merilima ja bih bio izgubljen. Én hiszem és hálát adok neki ezért, hogy ő egy alázatos krisztusi jellemet keres. But I believe and I'm very thankful that he is looking for a humble character, the character of Christ. Toliko sam sretan što on u stvari traži jedan ponizan Kristov karakter u nama. Ja, mennyasszonyát keresi. He is looking for his bride. On traži svoju nevestu. És annyira hálás vagyok neki, hogy egy ilyen egyszerű dolgot mondott. Ezt mindenki képes megtenni. And I'm so thankful that he said such a simple thing that anybody can do. Toliko sam sretan što je on to što je rekao tako jednostavne stvari da to bi mogao uraditi bako. Mindenki meg tudja alázni magát Isten előtt. Mindenki tud élni egy egyszerű keresztény életet. Everybody can humble himself before God. And everybody is able to live a simple Christian life. To je tako učinjeno da svako može da se ponizi pred Bogom i da svako može da živi jedan ponizan kršćanski život. Nekim kada vađunk, ako je segitani pog benne. And if we have this desire, then he will help us. Ako mi imamo jednu takvu želju, onda on zna kako da nam pomogu. Sretan, možda ni. Što je to hosu voltam.